A Helyőrség című háborús film nemrég került fel az HBO Go streaming szolgáltatóra, és nagy siker lett a magyar nézők körében, hiszen 2021. júliusában ezt a filmet nézték meg a legtöbben a szolgáltatónál. Így én is elhatároztam, hogy pótolom a lemaradásomat. Röviden a sztori annyi, hogy 2009-ben pár tucat amerikai katona sikeresen megvédte az egyik afganisztáni helyőrséget a jóval nagyobb létszámban lévő tálibok ellen. A film 2 órás, de nincs benne egy unalmas rés sem, szinte folyamatosan pörög, nem sablonos, valósághű, hiszen láthatjuk a katonák közötti feszültséget, a kudarcaikat, azt, hogy nem sebezhetetlenek. Persze akad benne egy-két szereplő, akit szinte már lehetett eltalálni, de ez elhanyagolható szerintem. A rendező, Rod Lurie, belerepít minket a csata közepébe. Látjuk, halljuk a katonák halálsikolyait, hogy hogyan küzdik le a halálfélelmüket, és miképp győzedelmeskednek az ellenséggel szemben. Remekül van vágva, fényképezve, nincs agyonvagdosva, és nem rángatják a kamerát össze-vissza, mint néhány másik akciófilmen. Véleményem szerint a Helyőrség egy nagyon jó háborús film, ami szépen van filmezve és valósághűen mutatja be az amerikai katonák és a tálibok ütközetét. A magam részéről 85%-ra értékelném, ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a műfajt. Ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Előre is köszönöm. Sziasztok!